2021-ben tartotta első felvételi és előléptetési ünnepségét Szekszárdon, az Európai Borlova Grand Hungária konzulátusa. Most egy újabb eseményre készülnek, melyet június 11-én rendeznek meg a Tolnai megyeszékhelyen. A korona másolatának kíséretében történik meg a ceremónia, mellette lesz egy látványos felvonulás is, a megyeháza, a Béla tér és a megyeháza között, természetesen megkerülve a templomot a bíróság előtt elhaladva. Ez június 11-én délután 3:44-kor kezdődik, majd ezt követi az ünnepi istentisztelet és az avatandók és előlépők megáldása és maga a szertartás. Az Európai Borlova Grand 27 országban van jelen 5500 taggal. Magyarországon közel 300-an csatlakoztak a szervezethez. A társaság működését, a kereszténység és a bor tisztelete, valamint a jótékonykodás szabja meg. Azért fontos ez, mert itt bebizonyítjuk azt, hogy vallástól, nemtől, kortól, hovatartozástól függetlenül az emberek nagyon szeretik egymást, és nagyon szeretnek egymással közös cél érdekében közösen tevékenykedni, beszélgetni, barátságokat építeni. Aki tehát kíváncsi erre a nem mindennapi ünnepségre és a Szent Korona másolatára, látogasson el június 11-én Szekszárdon a Vármegyeházára.